Utazni rengetegen szeretnek, sokan utaznak is, de vannak, akik nem engedhetik meg maguknak azt, hogy távoli országokat fedezzenek fel. Őket és azokat, akik esetleg újra át akarják élni korábbi élményeiket, várja a könyvtár turisztikai klubja, ahol interaktív formában mutatják be egy-egy ország vagy tájegység értékeit. Nagyon sok olyan kulturális turisztikai érték van a régiónkban, a megyénkben és határon túl, valamint a nagyvilágonban, amit érdemes megmutatni a nagy közönségnek. És ennek érdekében havonta egy olyan alkalmat teremtünk az érdeklődőknek, az utazni szeretőknek, akik megismerkedhetnek a helyi dolgokkal, megismerkedhetnek például a nagyvilág országaival, most ez alkalommal Albániát mutatjuk be. A klub vezetője Ratkai János idegenvezetőként számtalan alkalommal megfordult a sokak számára titokzatos országban, amely elmondása szerint már első látásra rabul ejtette. Albánia azon úti célok egyike, amely igaz nincs olyan messze, de viszonylag ismeretlen a utazó közönség számára, és úgy gondoltam, hogy egy olyan témával kezdenénk itt Nyíregyházán ezt az új kezdeményezést, amely érdekes lehet mindazok számára, akik még nem jártak, vagy szeretnének esetleg eljutni ebbe a különleges országba. A klub vezetőjével, aki évekig televíziós szerkesztőként is dolgozott, heti rendszerességgel találkozhatnak majd a Kölcsei Televízió nézői is. Péntekenként ugyanis Ratkai János lesz az egyik műsorvezetője Weekend című műsorunknak.